estét kívánok, kedves nézőink! Történelmünk során számtalan esetben alkalmaztak bizonyos háttérerők történelemhamisítást az érdekeiknek megfelelően. Biztosak lehetünk abban, hogy ez ma sincsen másképpen. Földünkön ma is érdekek húzódnak meg a háttérben, ami érdekek érvényesítése az érintettek számára mindenek felett áll. Amiben bőven beleférnek olyan magatartásformák, mint a hazudozás, a gyilkosságok, a háború kirobbantása, népek és nemzetek eltéprása és minden más egyéb aljasság, ami a gonosz embereknek az eszébe juthat. Műsorunkban a háttérhatalmak útjában álló nemzetek szétverésének egyik legkézenfekvőbb eszközéről, az elgyökértelenítésről és annak okairól lesz szó. Műsorunk vendége Papp Gábor, művészettörténész. Jó estét kívánok, tanár úr, üdvözlöm Önt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tanár úr, eléggé nyilvánvalóan lehet látni a külvilágban, a híradókban, minden egyéb helyen, hogy a nemzetállamok útjában állnak a világot jelenleg is uraló háttérhatalmaknak. És az egyik legkézenfekvőbb, ártatlannak tűnő olyan eszközt szeretném átbeszélni Önnel a mai műsorunkban, ami olyan kis ártatlannak tűnik, de valójában nem is az. Ez nem más, mint az emberek elgyökértelenítése a saját hazájukban. Miért fontos ez a háttérhatalmaknak, hogy az emberek úgymond világpolgárra váljanak? Miért fontos az, hogy ne legyenek büszkék a hazájukra? Miért fontos az, hogy gyakorlatilag eltántorodjanak a hazájuktól, és olyan itt is vagyok, ott is vagyok, és sehol sem vagyok állapotban éljék az életüket? Átadnám Önnek a szót, tanár úr. Hát könnyebb átadni, mint átvenni. Mert a kérdés, ez elég súlyos kérdés. Én egy hasonlattal hadd próbáljak válaszolni, amit most fundáltam ki, tehát lehet, hogy nem lesz a legszerencsésebb, de szem azért sok mindent meg fog világítani. Ez pedig úgy szól, hogy mit gondoljunk arról, vajon mi célja lehet annak, hogyha én egy fát gyökértelenítek. Egyértelmű, hogy elpusztuljon. Na most akkor mi célja lehet a mi elgyökértelenítésünknek? Elpusztítani. Köszönöm szépen. Ez elég egyszerű feladványnak tűnt. Én nem is hiszem, hogy ezzel tovább érdemes lenne foglalkozni, inkább a módszerekkel, mert nagy nehéz ráismerni ezekre. Tehát nem egészen így adják be azért ezt nekünk, hogy most én téged, akár mint egyént, akár mint egy nemzet fiát gyökérteleníteni akarlak. Ezt azért nem így szokták megfogalmazni, mert akkor túlságosan magától értetődő lenne, hogy az útjukban állunk. Tehát, hogy minden áron el akarnak távolítani, hogy aztán ez most az életből is eltávolítást jelente, vagy nem, ez azt hiszem számukra csak gyakorlati kérdés, ez nem elméleti kérdés. Na most úgy tűnik, mintha ezzel még kicsit sötéten festenénk le a helyzetet. Én nem hiszem, hogy ezt sötéten festjük le, maga a helyzet sötét. Tehát elég sokszor hallunk manapság ilyesmiről, hogy hát nem kell összeesküvés elméleteket. Miért kellene? Hát a gyakorlat az. Tehát mi szükség van már elméletre? Tehát itt is ugyanezzel a helyzettel állunk szemben, bizony. Ha csak a híreket hallgatom, ami hát nem azt jelenti, hogy tényekkel találkozom, hanem a hírek olyanok, amilyenek, de ha csak azokat hallgatom, vagy nézem, hát akkor is erről szól. A híreknek jelentős része erről szól, és ma már azért úgy meg is fogalmazgatják néha, hogy a nemzet, mint fogalom, útjában áll bizonyos köröknek, hát akik sajnos jobb helyzetben vannak, ha az irányítás lehetőségeit nézzük, mint mondjuk mi tennél az asztalnál. Tehát ez azt jelenti, hogy hát bizony, itt most már arról kéne beszélni, miért vagyunk nekik mi útjukban. Mert az, hogy útjukban vagyunk, az nem kérdés. Tehát itt az egész gyökértelenítési program, ez most éppen a nemzetek ellen szól, de azért a második vonalban a család ellen is szól. Csak ezt mi itt Magyarországon történetesen most nem érzékeljük annyira, mert most mi a család hát felemelésén dolgozunk mi is a magunk hatáskörében, de hát itt a nagyobb szó az, hogy a kormány maga is dolgozik rajta. Tehát eltűnik, hogy legalábbis nem annyira szembetűnő számunkra, hogy a világban viszont, tehát a bennünket tágabban körülvevő Európában, azért mégiscsak a család ellen folynak a dolgok. És nem tudni, hogy meddig tudunk mi itt egy szigetként megmaradni úgy, hogy ezt a családvédő programot annak a teljes szélességében, tehát a támogatásnak is a teljes szélességében fönn tudjuk tartani. Ez nagyon hamar, hogy abban maradhat, sőt elég drasztikusan felszámolódhat, abban a pillanatban, ha itt hatalomváltás lesz, aminek bármikor ki vagyunk téve. Tehát itt azért tudni kell, hogy egyszerre van veszélyben a család és a nemzet. Na most
E pillanatban ugye lehet a kettőt is kijátszani egymás ellen, ez nálunk most nem téma. Tehát én most, amit mondok, az nem a hazai és a mostani viszonyokra érvényes, majd aztán arra is lebonthatjuk. Csak azért jó tisztázni, mert hát azért vannak olyan fórumok itthon is, akik úgy szeretnek belekötni az ember mondataiba, és mondjuk esetleg még 180 fokban ki is forgatni őket. És én már találkoztam ilyenekkel, tehát tapasztalatból beszélek. Minden esetre nagyon fontos tisztázni, hogy amikor mi emberről beszélünk, majd aztán tisztázzuk, hogy ebben a magyarnak mi a szerepe ebben az ember fogalomban, de ha emberről beszélünk, akkor mi tulajdonképpen milyen összetettségű lényről beszélünk, mert itt vagyunk, én úgy érzem, itt vagyunk a kérdés gyökerénél, a valódi gyökerénél. Tudnék, az a társadalom, amelyet jelenleg hát nem éppen bennünket szerető elemek irányítanak, az egy két rétegű emberképben dolgozik. Erről mi már itt azt hiszem beszéltünk, nem is lehet erről nem beszélni, mert ez a kulcskérdés. Tehát az ő világképükben az ember az egy program és végrehajtás kettősségéből áll. A programot ők elnevezik mondjuk spiritusnak, a másikat meg elnevezik testnek, már akármilyen nyelven nevezik. És nincs tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy jelenleg, ha mondjuk megnézzük most már egy kicsit azért a hazai viszonyokra is összpontosítva a figyelmünket, azok a jó irányú ígérvények, amiket mi hallottunk egy legutóbbi nagy beszédben, azok két csoportra oszthatók volt egy hetességen belül. Az egyik rész, az a nagyobbik, ez öt részből állt, az egy testi értelemben vett segítését a családnak. Tehát hogy tud több pénzhez jutni, több kedvezményhez jutni, ami mind a testet gyarapítja. Tehát többet tud enni, többet tud félretenni, többet tud lakás ügyekben környezetként megvalósítani, és ez mind a testiségre vonatkozik. És utána két tétel volt, ami a nyelv, illetve a tanulás, tehát tankönyv, illetve a tanulás megsegítését, ez meg a szellemiségre vonatkozott. A léleknek nyoma se volt benne. Nem tudom, érthető. Tehát ez egy vállalt dolog, ez teljesen nyilvánvalóan nem lehet véletlen. Tehát egy két rétegű emberképben dolgoznak. Na most ez nem én vagyok. Tehát ebben nekem nincs helyem. Miért? Mert én meg három rétegű vagyok. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember, ha tényleg méltó erre a névre, akkor nem érheti be ezzel a kettősséggel, mert ezzel csak egy biorobotig tudunk eljutni. Tehát amiben van egy szoftver, meg van egy hardware, kész, ennyi. Jelenleg így modellezik az ember. És még csak nem is haragszanak akkor, hogyha én ezt mondjuk szembesítem velük. Tehát itt egyfajta, majdnem azt mondom, hogy egy cinikus, na és így modellezik, és akkor mi van? Tehát pontosan az marad ki, amitől az ember ember. Mert ez a kettősség, ez még egy állati viselkedésben pontosan kimutatható. Van egy irányultsága, amit nevezünk, aminek nevezünk, és van ennek egy testi megvalósítása. Léleknek meg nyoma sincs. Tehát ettől mi még nem vagyunk emberek. Na most ez egy olyan mély hagyományra megy vissza, amit az egészen legősibb időkig vissza tudunk követni, hogy nem érte be az ember a két rétegű besorolással. És ha egyfajta totális elnyomást kísérel meg egy rendszer, már akárminek nevezi önmagát, az mindig kihúzza, kicsempészi középről a lelket, mert a lélek van középütt. Tehát az a meghatározó. És sajnos világ viszonylatában, az egész világra kiterjedően jelenleg, tehát mint egy globális jelenségként, ezt tapasztaljuk, nincs szükségünk a lélekre. Mondja ezt egy olyan hatalom, ami hát bizony működtetni akar bennünket. Az embert nem működtetni kell, hanem élni kell, segíteni. És az életnek pedig a központjában a lélek van. Na most ezt körülbelül jelenleg, hogy mondjam, iskolából hozott tudással gazdálkodó embertársainknak nagy része vagy nem érti, vagy nem akarja megérteni. Mert ezzel tűnik nem tud karriert elindítani. Tehát mondjuk elindít egy vállalkozást, és mondjuk a felesége, akiben talán még egy kicsit több lélek maradt meg, azt mondja, te ide figyelj,
Hát te végig úgy csinálod a terveidet, hogy ebbe bele is hallhat a szomszédunk. Hát nem veszed észre? Hát az összes, amiből ő él, hát azt kihúzod alulna. És azt mondtam, mit szólsz ebbe bele? Mit szólsz ebbe bele? Hát nekem semmi köze nincs az én vállalkozásomhoz. Hát nekem egyetlen mércén van a siker, és ez most sikeres vállalkozás. Hát akkor most mit szólsz bele? Mi mit kezdjék ezzel, hogy lélek? Nem tudom, érthető ennek semmiféle szerepe nincs. Na jó, de akkor tegyük át a kérdést a politikába. Hát tessék megnézni, mi folyik ma a világban. Csak egy reggeli, mondjuk egy Kossuth rádiónak a meghallgatása során. Hát ebben egy szikrányi lélek nincs. Csak hogy tudom kiügyeskedni a másik rovására a magam pillanatnyi sikerét? Ennyi. Na most ez nem emberi társadalom. Na most ha én ebben mégis megszólalok, és képviseletet reklamálok a léleknek, akkor engem gyakérteleníteni kell. Nem tudom, érthető. Természetesen útjában vagyok annak a hatalomnak, ami nem három, hanem csak két rétegű emberképpen dolgozik. Na most erre azonnal el kell mondanom, tehát itt még szünetet sem szabad tartani, mert ez nem mai jelenség. Tehát általában úgy kezelik a kérdést, először is lebontja, ez csak magyar betegség, először is semmi köze, semmiféle magyar betegséghez nincs, a másik pedig, tehát globális jelenség, a másik pedig nem tegnap kezdődött. Mert mindenki azt mondja, ez egy modern korral együtt járó dolog, haladni kell a korra, ezt tudomásul kell venni, ehhez igenis hasonlulni kell, és hát legfőjebb majd a gyereked nem fog megérteni, de akkor is neki lesz igaz, mert ő a korszerű. Na most egy pillanat, én nem korszerű akarok lenni, én emberszerű akarok lenni. És a kettő ellentmondásban van, ma pedig nagyon is ellentmondásban van, akkor én természetesen az emberszerűséget vállalom. Ha rólam leválik a gyerekem, én bízom abban, hogy eleget adtam neki ahhoz, mikor még lehetett adni, tehát olyan korban volt, hogy majd rá fog jönni, hogy a rossz utat választotta. Ha nem, nem tudok rajta segíteni. Nem tudok. Olyan értékű az a negatív propaganda, amit jelenleg kap minden csatornán, hogy azt én már menet közben nem tudom korrigálni. Csak abban bízhatok, hogy a mag jó földbe hullott, és amit magot én elvetettem, az fog végül is kisarjadni, ha hagyja. De ebbe csak reménykedhetem. Na de most térjünk vissza a kérdés alapjához, mikortól van ez kimutatható formában jelen az emberiség életében, hogy harcolnak a három rétegű ember ellen a leghatékonyabb fórumokon. Mi a leghatékonyabb fórum mondjuk a 14. században? Az egyház. 1311-12 vienni zsinat, határozat, zsinati határozat, mai napig érvényes, soha nem mondták vissza, a reformáció sem nyúlt hozzá ehhez, tehát nem szólt bele, nem hatálytalanította, tudomásul vette, hogy a trihotómia elvét, ami azt jelenti, hogy három rétegű az ember, van egy testisége, van egy szellemisége, de mindegyiknek a gyökere az benne van a lelkiségben. Tehát a gyökér a legmélyebb pontján, ahonnan az egész kiárad, az bizony a lélek. Na most ezt, ezen a zsinaton, 1312-es végzettséggel folyt le ez a zsinat, kimondták, hogy a dihotómia elven váltja föl, kötelező módon. Tehát szerencsétlen plébános, szerencsétlen lelkipásztor nem mondhat mást, hanem azt, hogy csak két rétegű az ember. Tehát a szellemiség, lelkiség, ezt nyugodtan keverheted, mert ez a kettő tulajdonképpen ugyanaz, csak hát egy kis terminológiai különbség van, itt nem kell ezzel ügyet csinálni. És ez a mai napig így van, ami azt jelenti, hogy bizony onnan, ahonnan a leginkább várhatnánk, hogy a lélek megtudjon, szót kapjon, nem csak, hogy ő szól, hanem egyáltalán elterjedhessen a hívők között, az bizony bedugult, és nem tegnap, hanem 1312-ben. És onnantól kezdve abból az irányból nem várhatunk emberségünknek megerősítést a lélek útján. De közvetlenül bármikor kaphatunk. Tehát ne felejtsük el, hogy nálunk bizony a Szent Háromság harmadik személye az nem szellem, mert az már a lebonyolítás szintje, hanem a lélek. Igen ám, de hova fogunk én fordulni, ha én egyház keretében keresek megerősítést? Csak oda fordulhatok, ahol már a harmadik szemét nem léleknek nevezik, hanem szellemnek, tehát spiritusnak.
és minden megtérített, tehát a judeokereszténység körébe bevont állam a maga nyelvén nem léleknek megfelelő anima szót használ, hanem spiritust használ. Spiritus sanctus. Hát ettől aztán nem tudom, hogy várhatnánk mi a léleknek, mint jelenleg a legveszélyeztetettebb összetevőnknek a megerősítését. De hát ne ezzel a mondattal zárjunk, mert egyébként se zárunk még, hanem hiába mondanám én, hogy kimerültem, mert az az igazság, hogy ennél többet ebben a kérdéskörben jelenleg én nem hiszem, hogy tudok mondani, azt lehet bővíteni, lehet részletekbe tovább belemenni, de én itt tartom, tehát itt látom, és itt is hirdetem, amennyire szót kapok, a lényeget. Na most az, hogy ez van-e, akinek tetszik, vagy van-e, akinek nem tetszik, akkor ez engem, elnézést kérek, de most hadd ne érdekeljen. Kérdeztek, válaszol. Ennyit akkor erről a kérdésről. Tanár úr, milyen érdekek állnak azok a háttérhatalmi erők részéről, amik ezt a durván most már el lehet mondani akkor, hogy 706 éve, 707. éve elkezdték ezt a folyamatot. Mi volt a kiinduló pont? Mi lehetett akkor, abban a korban, amiért ezt az állásfoglalást képviseltették az egyház? Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy én nem vagyok vallástörténész, és nem is kívánok ebben mélyebben foglalkozni, de tudjuk nagyon jól, hogy a pápasággal kapcsolatosan is itt nagyon komoly viszélések voltak az évszázadok, évezredek során, és nagyon jól tudjuk, hogy igen komoly olyan hazugságok és meg nem történt dolgoknak a valóságosátétele, vagy pont a megtörtént dolgoknak az elhallgatása a pápaság részéről megtörtént. Mi kellett, hogy legyen, hogy a háttérben, hogy a pápaságot kellett erre felkérni, hogy törvényesítsék ezt az állapotot? Már akkor túl okos volt az ember? Túlságosan ember volt az akkori kornak az embere? Én azt hiszem, hogy itt egy kicsit most nagyot ugrottunk. Tudnék, egy zsinati határozat nem azonos pápai döntéssel. Tehát ezt most ne is folytassuk tovább, mert akkor ebbe bele kell menni, és részletezni kell. Hanem én tényleg a lényeg mentén hadd próbáljak egy kicsit tovább menni, hogy tudnék, már akár tudatosan, akár ösztönösen, de amikor átléptünk abba a korszakba, amiben ma is benne vagyunk még, amit, hát ha egyházi gondolkodást is belevonunk most ebbe a beszélgetésbe, akkor nyilvánvalóan Jézus születésével fogjuk indítani. Ami egyébként, bármilyen furcsa hangzik, asztrál mitológiai szempontból is egy eléggé megbízható indításnak számít. Nem értenek vele sokan együtt, ezt én pontosan tudom, de azt is hadd jelezem már ezzel a kérdéssel kapcsolatban is, hogy nem tud engem mélyen érdekelni, hogy milyen érdekviszonyok, milyen véleményeket alakítanak ki itt vagy ott. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem ismerem ezeket, de nem tud e pillanatban befolyásolni. A helyzet az, hogy Jézussal tényleg elindult valami. De méghozzá olyan, ami egy egész hatalmas, tehát egy 26 ezer éves hatalmas rendszerben is egy kitüntetett pontnak számít. Ezt most megint hadd ne részletezzük, erre egyszer talán már kitértem itt, de ha nem, akkor is visszatérhetünk rá. De egy biztos, mindenki tudja, akinek világméretű a tájékozottsága, tehát érdekli az is, hogy az egész világon mi történik, nem csak az, hogy itt a szomszédban, vagy a közvetlen környezetünkben, azt tudja, hogy ez a halak világhónapja. Miért? Azért, mert tavasszal, tehát tavaszi napi egyenlőségkor kimegy egy viszonylag sík terepre, és megnézi, hogy milyen csillagképből kell föl a nap. Azért tavaszi napi egyenlőségkor, mert ekkor vagyunk, pontosan negyed napnyi távolságra a déltől délbe, pedig hát a nap mögött nem tudom megnézni, pedig az lenne a hiteles. De ebben a két helyzetben a napi egyenlőségkor meg tudom nézni a felkelő nap mögött is, ami meg jól megfigyel. Tehát ezt zárójelben, ezt most, ha követni lehetett, nagyon örülök neki, ha nem, akkor próbálnak utána nézni, mondjuk csillagászati lexikonokban. Tehát lényeg az, hogy annyit láttak, hogy halak. Na most, akit valamelyes kicsit ismeri, mondom a világ sorsát, tehát ahol már másokat is irányítanom kell, nem csak a saját sorsomat, az tudja, hogy ez mit jelent. Ez mindig a szellemiségnek a meghatározását jelenti. Tehát azt jelenti, hogy én alapvetően milyen irányultságban fogok gondolkozni. Gondolkozni és a gondolkozásom nyomán döntéseket hozni. Na most,
Ennek viszont a testi megfelelése mindig a vele szemközt lévő jegyből, vagy csillagképből ebben az esetben determináló, tehát meghatározódik. Ez mit jelent? Vele szemben a szűz van. Na most a szűzről viszont nagyon sok mindent tudunk. Elsősorban azt, hogy ez a legnagyobb csillagkép, ami a állatöbben van. Tehát egy rendkívül fontos, meghatározóan fontos. Olyan korszakba érkeztünk, amikor a testi megvalósulásunk, tehát az, hogy én most itt hadonászok vagy nem hadonászok, egyáltalán hogy öltözködöm, milyen a munkám, amiben elfoglalom magam naponta, ez nem a halak, a halak az irányultságot adja csak meg, ami hát bizony sajnos elég bizonytalan. Tehát a halakra éppen ez a bizonytalanság a jellemző, de hát azt érzékeljük is, hát két évre nincs használható terv. Ha van, akkor is azt már fél év múlva visszavonják. Most a világban gondolkozunk, ne pont a hazaiban. Ez még viszonylag egész jól kiszámítható. Tehát a lényeg az, hogy a szűz. Na most a szűznek mi a fő gondja? És ezt hangsúlyozom, ezt lehet látni már az első 30 év után. Már Jézus ugye 30 szabály elkezdi a maga tanítását, és már lehet érezni, igen, itt vagyunk a halakban. Már pontosan lehet érzékelni. Tehát mit lehet tudni a testi értelemben vett megvalósulásból. Tehát az úgynevezett hardwareből. Tehát hogy mi az, ami most ebből megvalósul? Hát az, hogy kettős probléma lesz. Az egyik, hogy szűz. Tehát nem fog óhajtani, szaporodni. Kettő, hogy ha már egyáltalán, akkor csak gépfegyverszerűen tud szaporodni. Na most jelenleg miben vagyunk? Kettőnek mind a kettőjét kulminál. Miért? Mert végjátékban vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a kettőre föl kellett volna készülni az egyháznak, mert nem igaz, hogy ezt nem tudták. Ezt a legprimitívebb szinten lehet tudni, ennyit még, amit most elmondtam. Nem igaz, hogy ezt nem tudhatták. Hát van mögöttük egy antikvitás, amelyik tele van ezzel a tudással. Tehát nem, egyszer nem tudta hol megspórolni, hogy ezt megtudja. Na de lényeg az, hogy ez mit jelent? Valahogy ki kellett találniuk ennek az ellenszerét. Na most nem tudom, mennyire közismert a tény, az első időszakban, tehát az ókereszténység korában tulajdonképpen kereszténységnek az, hogy elfogadják kereszténynek az egyik kritériuma, tehát meghatározó alap sajátossága az volt, hogy a szüzességet hogyan érték. Tehát igazán csak a szűzi életmódot tekintették keresztényhez méltónak. Ami tulajdonképpen ment is tovább a papi méltóság körében, de csak ebben a szűkebb vonalban. Annak is megvoltak a más egyéb szempontú indokolása is. De ez egy rendkívül fontos tétel volt. Tehát ha nem tudod megoldani, hogy el ne induljon a gáttalan szaporodás, akkor nagyon-nagyon komoly gondok lesznek az emberiséggel. Tehát nem elsősorban gyermektelenség a gond, mert azt ösztönműködés mindenképpen áttöri, hiába is próbál valaki gátat szabni neki, hanem a túlszaporodással. És itt vannak már az első pillanatban a gondok azzal, ha én rákapcsolom a judeóta krisztiánizmusra, akkor abban a pillanatban nekem egyetlen parancs marad. Mert akármilyen helyzetben, tehát élethelyzetben adja Jehova parancsot, annak mindig ez a kulminációja, tehát a kitte csúcsosodása, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földkerekséget. Senki nem kérdez vissza az egész ószövetségi történetben, ami elég testes azért, azt gondolom tudjuk. Senki, hogy de atyám, és mi lesz, ha betöltöttük? Tehát meddig? Tehát mi lesz, amikor már nem tudunk hova szaporodni? Tehát ez egy pozitív visszacsatolási láncolatot indít el. Ami ma kicsit szapora, holnap jobban szaporodik, holnap után már nagyon szapora lesz, és a végén csak egymás rovására tudnak érvényesülni. És abban a pillanatban ott vagyok, ez már nem emberi viselkedésmód. Hát ez már az állatvilágban is bizonyos szabályozottságnak vettetik alá. Hát ott sem az van, hogy akkor most a legerősebb állat jelenleg az összes többit kiirtja, és akkor ő van egyedül a Földön. Pedig ma emberi viszonyban ez a helyzet. Bármilyen furcsa. A legerősebb állat sorra pusztítja el, gyökérteleníti, hamis ideológiával megtáplálja, attól már magától elpusztul. Aztán hát itten jönnek az egyéb
eléggé pontosan ismert dolgok, hát tömegpusztító fegyverek most már gyakorlatilag az egész földkerekség kiirtására is alkalmasak. Tehát ez azt jelenti, hogy ez már állati szint alatt van, ez már nem is az állati szint. És akkor ők büszkék rá. Hát most... De ez, ennélkül az ideológia nélkül a krisztusi tanításra ezt soha nem lehetett volna rákapcsolni. Mert az az erkölcsöt tekinti mércének. Az erkölcs még pontosan megmondja, mert az a lélekhez tartozik. Pontosan. Hogy eddig és ne tovább. Tehát itt most körülbelül körbejártunk egy kérdést. Én azt hiszem, hogy a gyökértelenítésnél, ha ennél szűkebben próbáljuk körbejárni, akkor hát esetleg saját lábunkba elbotlunk. Tanár úr, egyetlen egy percünk maradt hátra a műsoridőből. Nagyon sok kérdésem lenne önhöz ezzel a témával kapcsolatosan, de egy nagyon rövid kérdést teszek fel, hogy egyértelmű legyen. Kiket érint az elgyökértelenítési folyamat jelen pillanatban a Földön? Akiknek gyökerük van, köszönöm szépen. Ennyit erre. Hát tanár, nekünk van. Nekünk aztán van. Sikerrel fognak tudni eljárni? Nem, egész biztos, hogy nem. Egész biztos. Ez megint egy külön kérdés. Ez a műveltség, ami gyökérből táplálkozik, ez alapvetően szerves karakter, tehát szerves jellegű. Na most, szervességre pedig egyetlen mondat a jellemző, tehát ezt össze lehet foglalni, amelynek a legkisebb sejtjében a teljes szervezetre vonatkozó összes fontos szabály kódolva van. Na most ilyen a magyar. Ennyit erről. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és nagyon sok hasznos információt kaphattunk meg öntől. Ezt a témát még egy következő adásban szeretném önnel folytatni. Köszönöm szépen, állok hogy itt eléd. Volt. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsor támogatója a 18 MK autós iskola, a múlt és a jövő iskolája.